ő a fejlesztési folyamat végén egy műtőkompatibilis tömegspektrométer lesz, amelyet sebészeti eszközökkel kapcsoltan használunk. Ennek a kapcsolt technológiának az értelme az az, hogy ilyen módon lehetőség nyílik a sebészeti eszközök által éppen metszett szövet azonosítására tömegspektrometriás analízissel, azaz meg tudjuk mondani a sebésznek, hogy milyen jellegű szövetet vág, tumort vagy jóindulatú szövetet, és ez egy hatalmas segítség a rákos daganatok eltávolítása területén. A technológiánk éppen azon alapszik, hogy igyekszünk minél kevesebb új eszközt bevezetni a sebészeti gyakorlatba. Tehát elsősorban arra törekszünk, hogy a sebészek által már ma is használt műszeres sebészeti eszközöket kapcsoljuk össze tömegspektrometriás elemzéssel. Tehát az onkokés ilyen módon egy műszeres sebészeti eszköz, ami egyébként már létezik alkalmasint akár 10-20 éve is, viszont ezeket az eszközöket mi egy új funkcióval látjuk el, nevezetesen ezek a vágóeszközök, ezek nem csak vágásra alkalmasak, hanem a szövet azonosítására is. Itt látható például egy ultrahangos sebészeti eszköz. Ez ultrahangos sebészeti eszköz, ez egy folyadék, sugár és ultrahang segítségével roncsolja a szöveteket, és a szövet törmeléket ez az eszköz ez képes föl is szívni. Normális esetben ez a szövet törmelék, ez egy gyűjtőedényben köt ki, amit kiöntenek a műtét után. Mi ezt a szövet törmeléket viszont egy csővezetéken keresztül elvisszük a tömegspektrométerbe, és kimutatjuk, hogy milyen molekuláris komponensek vannak ebben, és ez alapján azonosítjuk az adott esetben vágott szövetet. Ez a fejlesztés jelenleg ott tart, hogy már két műszerünk humán műtőben működik, ezek a készülékek elsősorban adatot gyűjtenek. Körülbelül egy fél centi, ameddig még ép, és utána jön az agarantos, jó? Ezt úgy kell elképzelni, hogy a szöveteket egy tömegspektrometriás új lenyomat alapján azonosítjuk. Sok molekulát látunk a tömegspektrumokban, és ezeknek az egymáshoz képesti relatív koncentrációja az, ami igazából meghatározza, hogy itt milyen szövetről van szó. Azt, hogy ezt hatékonyan tudjuk véghez vinni ezt az azonosítást, ehhez szükséges egy nagyméretű adatbázis, tehát egy könyvtár, amiben vannak szövettani vizsgálat ellátott autentikus spektrumok, és minél nagyobb az adatbázis, annál biztonságosabb ez az azonosítási módszer. Kvázi a készüléket, a technológiát tanítjuk a rákos sejtek felismerésére, és minél több rákos sejtet látott életében, annál hatékonyabban fogja felismerni. Jelenleg mögöttem látható készülék, ő pedig állatkísérletes környezetben fog felhasználásra kerülni, és ebben az esetben már a készülék adataira támaszkodva fogja az állatorvos kollega a tumoreltávolító műtéteket végezni. Amennyiben ez a szakasz lezáródik, tehát mind a humán környezetben történő adatgyűjtés, mind az állatkísérletes rész, lehetőség fog nyílni arra, hogy humán környezetben is az általunk biztosított adatok alapján történjen a beavatkozás. A műszert azt a kutatóegyetemi projekt keretében fejlesztjük együttműködésben a MediMask Kft-vel, amely MediMask Kft. Az egyetemnek egy spin-off cége. Az effektív műszerfejlesztés az inkább a céges környezetben történik, amíg a kipróbálás, illetve az alapkutatás jellegű tevékenység az pedig az egyetemi laborokban, egyetemi klinikákon. Nagyon reménykedünk benne, hogy ez év negyedik negyedévében, vagy legeslegkésőbb következő év első negyedévében már sor kerülhet ilyen beavatkozásokra.